Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen meglepetés ér a napokban, ezt megtekintjük ennél a három kérdőjeles jóslásnál. Ez a kép ott fent utal az ő gondolataira. Itt megjelenik egy uralkodó. Az előfordulhat, hogy valaki megpróbál uralkodni rajta, és parancsolgat neki, de ez a kép azt is jelentheti, hogy ő ez az uralkodó, és uralkodik a gondolatai felett, uralkodik az érzelmei felett, uralkodik egy bizonyos helyzet felett, és megvan ez a magabiztos fellépése. A következő kártya utal az ő érzelmeire. Ezen a képen egy királynő látható, és egy királynő szintén uralkodik. Ő úgy érzi, hogy valaki megpróbál uralkodni rajta. Amit ez a kép még jelenthet, hogy te vagy ez a királynő, és fontos, hogy döntéseket hoz a közeljövőben, mert erre utal a kard. Amit ez a kard még szimbolizál, és az nem csak rád, hanem rá is vonatkozik, hogy tegyétek át magatokat a félelmeken. A királynő uralkodik a levegő eleme felett, és az nem csak a könnyűségre utal, hanem a kommunikációra. És neki most az az elvárása, hogy te beszélj az érzelmeidről, vagy arról, hogy mit szeretnél tenni a közeljövőben, milyen döntéseket hoztál. A harmadik kártya mutatja azt, hogy mit közöl veled, de én is szeretnék valamit mondani. Kérhettek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban, és most megtekintjük a harmadik kártyát. Ez a kártya utal az erőre. Te adsz neki erőt, ő ad neked erőt. A kártyán látható, hogy itt van két irány, kifele meg befele. Kifele, ez az oroszlán erő, ez hangos. És ha te olyan helyzetben vagy, esetleg ő van olyan helyzetben, hogy valaki támad rád, vagy rátok, akkor azt megengedhetitek magatoknak, hogy védjétek magatokat, mint egy oroszlán. Ki kell mutatni ezt az erőt, ezt a bátorságot, kell ez a fellépés. De ha nem éri meg, akkor legyen meg ez a belső nyugalom, ez a belső erő, mint ahogy a háttérben ez a hölgy mutatja, maradjatok a háttérben, mert ez is lehet előnyös számotokra, attól függően, hogy milyen helyzetben vagytok. Amit én ajánlanék, ha valaki megpróbál rajta uralkodni, akkor közöljétek vele, hogy ne engedje ezt, és mondja meg a véleményét. És most megnézzük a középső kártyát, ami segít a megoldásban. Ez egy nagyon kellemes kártya. A négyes szám utal a biztonságra, nem csak az anyagiakat illetően, hanem ami az érzelmekre utal, hiszen itt a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Tehát, ami a párkapcsolatot illeti, itt minden rendben van, vagy rendbe jönnek a dolgok. Akkor is,
A környezetben minden olyan viharosnak tűnik, és esik az eső, ami utalhat a könnyekre is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése van, de nálad ott van az esernyő, és az véd, óv téged, vagy benneteket. Ami most fontos így befele tekinteni, megőrizni a belső nyugalmat, és hinni ebben a szerelemben. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!